Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Tudjuk, hogy hányadik adásnak indulunk neki? Honnan a francból tudnánk? Mikor mondtunk ilyet utoljára? 5 és 600 közötti adásunk egyike. Szép, szép. Amit én szeretnék azzal kezdeni, hogy bejelentem azt a szomorú hírt, hogy nincsen Makarotta velünk, de ennek oka van, hiszen ő nagyon készül az AI Summitra, ami... 2023. szeptember 11-én a Magyar Zeneházában lesz, és ő is mint fellépő. Előadó művész. Igen, mint énekes előadja magát. Úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk, és ha még nem tettétek volna, akkor a leírásban a szereplő linken vegyétek meg a jegyeket, és gyertek. És AI témában megyünk tovább. Itt van velünk Váradi András, a Comsigniának a kutatási igazgatója. Szerbusztok! Te, és a ti cégetek alapvetően V2X rendszerekkel foglalkozik. Kérlek, hogyha mondd el, hogyha mondjuk a nagypapád megkérdezi, hogy édes kisfiam, hát mi az a V2X, akkor mit mondasz? Vagy te mivel foglalkozol? Igen, mi ugye magyarul egy jármű kommunikációval foglalkozunk. Ez igazából az a technológia, ami összeköti a közlekedésben résztvevőket, a járműveket, kereszteződést, bringásokat. Ez egy digitális technológia. Én azt szoktam magyarázni, hogy olyas, mint a Bluetooth. Tehát van egy dedikált, egyedi, erre a célra kitalált technológia, ezt hívják jármű kommunikációnak, ugyanúgy, ahogy a Bluetooth a perifériák összekötésére lett kitalálva, ugye a jármű kommunikáció az autók kommunikációjának biztosítására. Oké, és hogyha azt mondjuk, hogy V2X rendszer, ami egy elég komplex dolog, akkor időrendben vagy időben ezt hova kell tennünk? Tehát, hogy ez egy jelenben már futó valami, vagy ez a jövőnek a zenéje? Hát a teljes időrend az mondjuk nagyjából úgy néz ki, hogy 2000-es évek környékén kezdtek el az autógyártók, főleg a német autógyártók gondolkodni abba, hogy mi legyen a következő lépés, hova fejlődnek az adasrendszerek, és jöttek rá arra, hogy igazából a mostani szenzor alapú biztonsági megoldások ki fognak futni, van egy limitjük, amit meg lehet velük csinálni, és erre kezdték el azt kidolgozni, hogy mi van, hogyha egy szenzorhálót hozunk létre, egy mindentől független eszköz és eszköz közötti szenzorhálót, és nagyjából olyan 15 év, 12 év alatt jöttek létre az alapvető szabványok, tehát ez egy szabványos technológia, világszinten van három régió, Kína, Európa és Amerika, ott van három szabványcsoport igazából, mi ezeket a szabványokat implementáljuk egyébként a Comsignia-nál, és tulajdonképpen 2018-ban jelent meg az első autó, a Volkswagen Golf, amiben ezt már Szíria tartozékként minden autóba adják. Tehát a 8-as Golf óta létező összes új autóban van valamilyen integrált V2X hardware? Nem az összes autóban, egyelőre a Volkswagenekben van. Ezt a Volkswagen egyfajta ilyen előfutár ennek a technológiának, egyébként nagyon sokat foglalkoztak vele. Még nincs minden autóban, még nem kötelező igazából minden autóba belerakni, de azt reméljük, hogy ez egy 10 éve belül meg fog szűnni. Egyébként az Euro NCAP 23 óta részpontot ad már a jármű kommunikációért, még ki lehet váltani mással, de 29-re már nem nagyon lehet megoldani mással és akinek, öt csillagot. Akinek ilyen golfja van, hogy honnan tudja, hogy az övében van-e? Mire képes, vagy mit vesz észre a felhasználó? Mindegyikben van, és a Volkswagen egy, azt hiszem, kb. 8 applikációból álló csomagot adott. Egyébként a vezetők nem nagyon fogják észrevenni, hogy jármű kommunikáció van, ez bele van integrálva az adásba, tehát, hogy te ugyanolyan fékező, meg figyelmeztető applikációkat látsz, mint a sávtartás, meg a többi, csak ki vannak egészítve, okosabbak. Ami spéci, vagy amit kiemelnék, az például a mentőautó érzékelés. A figyelmeztetés szól, ha egy kilométeren belül feléd halad egy mentőautó, mert vezetékmentesen összekapcsolódnak és észreveszi, tehát ez digitális alapon működik. De van például megállt autó jelzés, stationary vehicle warningnak hívják egyébként, nem tudom, mennyire kerüljem az angol kifejezéseket. Ez például a magyar, abban a nagy poros balesetben életeket tudott volna menteni, vagy fog menteni, mert abban a pillanatban, hogy egy autó abban a porviharban megáll, vagy
vagy ne adj Isten karambolozik, az az autó elkezdi magáról adni ezt a jelet, hogy vigyázz, megálltam, és a következő autók, azok tudják, hogy ott van egy álló autó, és ezt mind radar, meg szenzor, meg minden nélkül csinálják. Tehát abban a balesetben például a Stationary Vehicle Warning applikációjuk segített volna, vagy segített, nem tudom, hogy voltak-e Volkswagenek abban a balesetben. Láttam a termékvideótokat a központi egységről, ami elsősorban ugye az ilyen városüzemeltetési feladatkörbe passzolna, hogy egy bizonyos központból mondjuk értesítést küldenek ki arról, hogy valamelyik útszakaszon mondjuk baleset történt, vagy bármi történik, ami ilyen, vagy egy mentőautó, vagy ilyesmi, és hogy ezeket a üzeneteket direktbe ki tudják küldeni egy autóra akár. Ilyenre volt mostanában példa, vagy tudsz mondani egyáltalán olyan városokat, akik integrálnak mondjuk a saját jelzőlámpáikba ilyen berendezéseket? Vannak európai nagyvárosok, ahol ezek működnek, például Bécs egy jó példa, ahol nagyon sok minden van, de hagyj emeljem ki, hogy egyébként 3 vagy 4 autópályánk is fel van már szerelve jármű kommunikációval, tehát igazából már a magyarok is használják. Pont jelzőlámpa a tudomásom szerint nincs Magyarországon, de ezt nem mernék mérget venni. Azt hiszem legközelebb Bécsben van ilyen rendszer. Melyik például, az a 3 autópálya? Azt hiszem az M7-es, az M0-as, talán az M1-es, Győrben van egy csomó jármű kommunikációs kereszteződés, vagy legalábbis környék. És hogyha egy picit távolabbról nézzük, nem csak kifejezetten a személyautók irányából, a tömegközlekedésben ott is megjelenhet, vagy megjelent már esetleg? Most nagyon basic kérdést fogok feltenni. Amikor a metró bemondja, hogy hol vagyunk, akkor az lehet, hogy már egy ilyen V2X csatornán keresztül tudja, hogy éppen ő megérkezett valahova, vagy a busz is az alapján írhatja ki, hogy mikor érkezik körülbelül. Szóval így kell értelmezni, ezekre is képes? Technikailag egyébként megvalósítható, igen. Egyébként fontos, hogy ez egy biztonságtechnikai megoldás, tehát mi kiegészítjük mondjuk az 5G-s felhő alapú szolgáltatásokat, nem konkurálunk velük, tehát kifejezetten arra van kitalálva ez egész dolog, hogy lokálisan a másodperceken belül történő veszélyekre van fejlesztve, de meg tudjuk vele csinálni ezeket a helyszíneket is. A buszos use case-eink azok általában vannak ilyenek, tehát telepítettünk. Volt Newcastle-ban telepítésünk még azt hiszem 14-ben, vagy 15-ben talán, illetve Las Vegas lehetne még említeni. A kereszteződések kezelése, az egyik fontos use case az a zöld lámpa kérése, tehát egy erre feljogosult jármű például egy busz kérhet magának zöld hullámot, tehát megbeszélti a kereszteződéssel, hogy én a helyi busz vagyok, és kérlek, adj nekem zöldet. A Las Vegasban pedig egyébként már a detekcióba is segített, tehát egyébként ennél egy butább use case az, hogy a kereszteződés csak elmondja, hogy éppen milyen jelzés van, és egy önvezető, tehát a Neavia-val és a Lifttel dolgoztunk együtt Las Vegasban, az egész strip tele van Comsignia útmenti eszközökkel, és azért kellettek ezek, mert a Neavia és a Liftnek ezek az önvezető taxiai és buszai nem tudtak megfelelő sebességben áthaladni a kereszteződésen, mert egyszerűen nem látták nagy magabiztossággal, hogy most piros van-e, vagy zöld a fényviszonyoktól, meg egyébként is gondolt, tehát még az emberekkel is előfordul, ez nehéz. A jármű kommunikáció az alkalmas arra, hogy ezt digitalizálja, és onnantól kezdve 800 méteren belül 100%-osan tanúsítványon aláírva tudod, hogy mi a jelzés, még egyébként a jövőt is tudod, azt is tudod, hogy mikor fog váltani. És ez az, amit például a Las Vegasban csinálunk, hogy elmondjuk, hogy milyen állapotú a lámpa, és onnan ki tudja számolni a busz, hogy milyen sebességgel fog tudni zöld hullámon áthaladni, és akkor ugye ennek a bonyolultabbik verziója, amikor ezt meg te külön kéred, és megváltoztatod a időzítést. És akkor jól gondolom, hogy a San Franciscói Cruise robotaxiba nem volt V2X rendszer, hogyha így belecsattant izomból egy szirénázó tűzoltó autóba? Igen, egyértelműen. Tehát ez egy klasszikus use case-ünk, vagy példánk, és ezért is vezette be egyébként a Volkswagen ezt a use case-t Európára, és fel tudunk szerelni például a mentőket azzal, hogy a Volkswagenek lássák, mert a jármű kommunikáció egyébként azért, és én szoktam ezt mondani, hogy szerintem elengedhetetlen az önvezetéshez, mert olyan corner case-eket, olyan szituációkat is le tud fedni, amit semmi másra nem tudunk. Nem tudom, láttátok egyébként a videó felvételeket arról a keresztelődésről, hogy milyen sebességgel robognak ott át a mentők, tehát még emberként is tök nehéz
reszlálni, na most a járműkommunikáció az működik. Akkor is, hogyha a sarok túloldalán vagy, akkor is a kettőt között egy épület van, egy kamion van, el van takarva, 500 méteren belül működik. Ergo mindenképpen kapsz róla tudomány, tehát jobban működik, mint az emberi érzékelés egyébként. És szerinted akkor miért nincs minden robottaxiban járműkommunikáció? Hát ez a klasszikus ilyen chicken-ennek, vagy hogy ki kezdje először, ez egy penetrációs kérdés. Folyamatosan tárgyalunk az autógyártókkal arról, hogy ki mikor és hogyan fogja bevezetni. Igazából csak annyira új a technológia, hogy még nem volt ideje minden autógyártónak bevezetni, de nyilván elég erősen dolgozunk azon, hogy ez minél gyorsabban elterjedjen, mert látjuk az egyértelmű előnyöket. Azt elmondhatjuk, hogy melyik autógyártók állnak a legközelebb, vagy kik azok, akik a legjobban érdeklődnek? Vagy akár annyit, hogy japánok, amerikaiak, németek? Igazából Kínában nagyon nagy az érdeklődés, talán Kínában van a legtöbb autógyártó, aki valamilyen szinten foglalkozik vele. Európában a nagy németek, azok egyértelműen érdeklődnek iránta. Más európai országokban is vannak érdeklődőbbek, illetve az a nagy amerikai két gyártó is foglalkozik vele. Igazából publikusan elérhetitek azokat, mit tudom én, a Fordnak, GM-nek vannak jármű kommunikációs kísérletei és eredményei. Forddal egyébként dolgoztunk is egy csomót együtt nyíltan. De hogyha ez egy ennyire zseniálisan jó dolog, akkor miért nem terjed gyorsabban? Drága? Részben egyébként érdekes, tehát Amerikában azért nem terjed gyorsabban, mert politikailag az FCC elvette a frekvenciának egy részét, és ez egy dedikált frekvencia kell, és ott van egy ilyen rizikója, hogy az FCC technológiai vitába keveredett az autógyártókkal, és féltik a saját roadmapjüket. Igazából az a lényeg, hogy ha bevezeted ezt a technológiát, akkor ezt úgy kell bevezetned, hogy ez 20 évig ott van abban az autóban, és olyannak kell lennie, amilyen ennek az autóban van. Ez ad egyfajta nehézséget a dologhoz, illetve onnantól kezdve támogatnod kell azt a technológiát, tehát egyszer valamit bevezettél, akkor annak úgy kell lenni, és igazából ezen az első generáció, hogy nézzen ki, szoktak vitatkozni a szakértők. Európában ez ugye el van döntve, Kínában is nagyjából el van döntve, tehát Kína és Európa sokkal jobb állapotban van. Illetve kérdés még a bizalmi háló, az szokott még egy bonyolultat megpróbálom egyszerűen megfogalmazni. Tehát az a lényeg, hogy nem nagyon, tehát hogy kell egy bizalmi hálót építened ezek között az autók között, hiszen ennek nagyon-nagyon gyorsan működnie kell. Mondok egy példát, elindulsz 250 km/h az autóbán, mondjuk Svédország irányából, meg elindulsz szembe a forgalommal Magyarországról, akkor ennek akkor is működnie kell, ha ti 500 km/h sebesség különbséggel találkoztok középen, és annyi időt kell adni a rendszernek, hogy megkapod üzenetet, leellenőrzöd a kulcsokat, meg a tanúsítványokat, hogy ez biztosan nem ez egy valódi autó, valódi aláírásokkal be van vezetve a rendszerbe, meg bízható, és azután ránthatod el automatikusan a kormányt. És ezt a tanúsítási bizalmi rendszert, ami mondjuk két autó között működik, hogy tényleg ez egy valódi autó, nem egy hacker, nem egy ez még ad hozzá egy bonyolultságot, és ennek igazából ára és idő követelményei vannak. És akkor, ha jól értem, akkor volt egy lekötött frekvencia Amerikában is, amit részben elvettek tőletek? Vagy elvettek a V2X-től? Technológiától. Igen. Az FCC És akkor mi lesz ezekkel a... Tehát, hogy akkor gondolom kell neki máshol adatot cserélnie? Tehát, hogy akkor mobilhálózaton fog menni? Nem lehet igaz. A mobilhálózat igazából ezt a funkciót nem tudja teljes mértékig átvenni, nem igazából most csak belassította, lesz Amerikában járműkommunikáció, csak bizalmatlanabbak a gyártók a bevezetés. Az a fő gond a mobilhálózattal, hogy nem priorizál, tehát hogy ugyanolyan energiájú a te biztonságkritikus adatod, mint mondjuk a 4K film streaming? Ez egy jó bonyolult kérdés, röviden az a trükk, hogy ha biztonságkritikus rendszert
üzemeltetsz és tervezel, akkor a rendszer teljes részét ismerned kell. És hogyha belegondolsz, hogy autón belül ez egyszerű, hiszen egy gyártó gyártja az egészet, vagy legalábbis egy autógyártó felel az egészért, de egy jármű mondjuk egy mit tudom én, BMW, Volkswagen egymással szembeni kommunikációnál, tehát csak az egyik oldalát ismered a rendszernek Volkswagenesként, és csak az egyik oldalát BMW-sként. De még mindig egyszerű, tehát és két autó közötti kommunikációnál azért valamilyen szinten még mindig érted az információ áramlásának a folyamatát. Abban a pillanatban, hogy bevezeted az 5G-t, az bármilyen cellatornyon átmehet, és nem nagyon tudod követni, hogy melyik cellatornyoknak, melyik szervere, melyik antennáján megy ki, és a biztonságkritikus rendszereknél ugye van tanúsítványok, tehát hogy van osz, hogy biztonságkritikus rendszer, ezt megint azt a mobil kommunikációt üzemeltető cégek ezt a fajta plusz árat, költséget és minőséget nem akarják bevállalni, bár egyébként egy network slicing nevezetű megoldással gondolkodnak azon, hogy ezt majd a jövőbe vezeti, de jelen pillanatban, mivel nem tud irányítani a rendszernek a komponenseit, és nem tud befolyásolni, ezért nem tudod a biztonságtechnikai vizsgálatát a rendszernek megcsinálni, és ezért nem működik biztonságtechnikailag. És hogyha, bocsánat, és hogyha arra gondolunk, hogy ha már arról beszélünk, hogy biztonság, és nem feltétlenül a műszaki adatok, illetve adottságok alapján technikailag nézzük a biztonságot, hogy valamit elhisz, nem hiszel, kulcsok, stb., hanem hogyha földünk vagy emberiségünk kitermel mondjuk egy globális rosszakarót, mint a science fiction filmekben, akkor kívülről milyen, hogy lehet belenyúlni, illetve nem is azt kérdezem, hogy lehet, hanem hogy nem lehet belenyúlni. Törekedtek arra, hogy kívülről is biztonságos legyen a cucc, nehogy valaki mondjuk minden lámpát a világon egyszerre zöldre váltson, és tömegbalesetek legyenek. Én rögtön ezen gondolkodtam. És akkor jön akkor Batman. De hogy viccet félretéve, mi van akkor, hogyha valaki egy rossz akaró megtámadja ezt a rendszert, akár csak egy ISIS, vagy akkor Európában mindent átállítunk pirosra, vagy sokkal rosszabb, hogy zöldre. Igen. Egyfelől ugye a jármű kommunikáció alapvetően pont-pont alapú, tehát nincs egy központi vezérlés a dolognak. Viszont ugye beszéltem tanúsítványokról, egyébként ugyanolyan központi tanúsítvány kiosztás van, mint mondjuk a bankszektorban, vagy ugyanazokon a dolgokon alapul. A lényeg az, hogy minden egyes autónak azt az eszközét azt engedélyeztetni kell, és minden egyes autó egyenként kap egy kulcsot, tehát átesik egy ellenőrzésen, ő megkapja a felhatalmazást arra, hogy ennek a rendszernek a része legyen, és belekódolnak egy ID azonosítót, amit hogyha megpróbálsz elvenni, kivenni, átrakni, akkor megsemmisíti önmagát. És egyébként ez sok szinten ilyen hagymaszerűen védve van ez az egész rendszer, tehát elég sok helyen el lehet kapni, hogy ez mégis megtörténik. De ha az az elképzelhetetlen dolog előfordul, hogy ez mégis megtörténik, akkor van egy misbehavior detection, vagy anomália detekció nevezetű megoldás, amivel, hogyha több autó állítja azt egy harmadik főről, egy másik autóról, hogy szerintem az az autó hazudik, és valami rosszat akar csinálni, akkor be tud szólni egy ilyen központi rendszernek, ami leküld egy ilyen, úgy hívják, egy bizonyos revocation listet, amitől tulajdonképpen visszavonják annak az autónak a tanúsítványát, és ugyanaz az autó bele fog kiabálni a levegőbe, de a tanúsítványai már nem lesznek. A rosszakat el kell ítélni. És kifejlődik maga az AI. Lehet, hogy csak így kiközösítenek néha autókat. Nem? A B-korzát tiltsuk ki. Jelentsük be mindannyian. Ezt mutattuk, ezt a dolgot, ez a kiközösítés, és a sok rossz egy jót kiközösít, ez egy teljesen valós veszély, amivel foglalkozni kell. A ti működésetekbe hogyan került bele az AI? Tehát, hogy mi az a pont, amitől kezdve azt lehet mondani, hogy itt már nem egy előre meghatározott program soron keresztül történnek döntések, hanem ténylegesen egy mesterséges intelligencia dönthet dolgokról. Fontos egyébként, hogy mi legalábbis a járművön belüli mesterséges intelligenciával, mint fejlesztésen nem foglalkozunk. Mi az autón belül inkább az információt adjuk át. És ugye itt fontos, és mondjuk az autón belül mi úgy kapcsolódunk a mesterséges intelligenciához, hogy vannak azok az önvezető rendszerek, amiknek igazából egy követelménye van, hogy minél több adatot átadni neki, minél jobb minőségbe, hogy ő minél megbízhatóbban tudjon működni. Most mi vagyunk ezeknek az adatoknak a szállítói, tehát mi arra
specializálódunk, hogy minél jobb minőségű adatot szedjünk ki ebből a hálóból, és minden egyes autóról mindig tudjuk, hogy hol van, tudjuk róla, hogy megbízható-e, optimalizáljunk, és van egy csomó ilyen autón belüli plusz funkciónk, ami a minőséget és a pontosságot javítja. És hogy kell elképzelni ennek a hardveres felépítését? Most úgy értem, hogy mindkét oldalról. Tehát az autóban egyre több lesz a szenzor, illetve a keresztülésekben látni fogjuk, hogy van ott egy központi nagy érzékelő szem, ami ezeket az adatokat rögzíti, vagy felismeri az autókat, és kommunikálnak egymás között. Szóval látni fog ebből a user bármit, vagy ez minden rejtve marad? A vezető számára ez rejtve marad, egyszerűen csak sokkal megbízhatóbban és jobban fog működni az autó, illetve én azt is állítom egyébként, hogy kevesebb szenzorra lesz szerintem a jövőben szükségünk, mert jelenleg, ha belegondoltok abba, hogy ugye most vannak ezek az önvezető autók, akikben mondjuk nincs járműkommunikáció, ezek ugye valamilyen minőségbe tudnak tapogatni, és nagyon nehezen tudnak megfelelő minőségű, egyébként távolra is jól működő érzékelést csinálni. Mert a járműkommunikációval egyfelől meg tudod osztani egymásra, hogy hol vagytok, tehát azokat az autókat, akikben van járműkommunikáció, nagyon-nagyon pontos adatot fogsz kapni róluk szenzorokon kívül. Nyilván szenzorral meg kell erősítetni a jelenlétüket, de viszont nagyon jó minőségű adatot fogsz kapni. Viszont a második generációs járműkommunikáció, egyébként ugyanúgy, mint a Bluetooth-nál, meg a 4G, 5G, 6G-nél, nálunk is vannak generációk. Az első generáció az mindig csak az állapotot mondja el. Tehát az a keresztülés elmondja, hogy éppen zöld vagyok, az autó elmondja, hogy éppen itt vagyok, gyalogos elmondja, hogy éppen ott vagyok, tehát hogy mindig magáról beszél. Szóval a második generációval már tudsz szenzordetekciót is megosztani, és akkor az arról szól, hogy te mit látsz, te mit érzékelsz, és ez azért elképesztő, mert ha belegondoltok, akkor ilyen 20-30%-os penetráció, vagy autó mennyiség, vagy járműkommunikációs autó esetén, tulajdonképpen mindenkiről mindent tudni fogsz, mert mindenhol lesz egy-egy ilyen autó, aki mindenkit maga körül letapogat. És ha te egy sima mezei gyalogos vagy ne adj Isten mondjuk egy kutya, egy vaddisznó, akkor ha bármelyik ilyen autó azt detektálja, digitalizálja és elküldi mindenki másnak, onnantól kezdve az a egyébként fedélzeti eszközen nem rendelkező autó, és bekerül ebbe a rendszerbe. És egyébként, hogy válaszoljak is a kérdésre, ezt úgy fogjátok látni, hogy lesz egy kamera szenzor, meg lesz mellette egy router. Igazából úgy képzeljétek el a mi termékeinket, mert ugye a Comsignia gyárt egyébként útmenti eszközöket is, meg fedélzeti eszközöket is, hogy az útmenti eszközünk úgy néz ki, mint egy nagyon nagy külső router, fehér doboz antennákkal. És ez egy teljesen önjáró rendszer? Tehát mondok egy konkrét példát, mondjuk egy V2X-el felszerelt mentőautó alsóbrendű úton száguld a lámpás kereszteződés felé, és akkor automatikusan tudja pirosra váltani azokat a lámpákat, amik ugye a főúton vannak, és akkor így módon is lesz ez a dolog biztonságosabb, vagy azért ez igényeli emberi interakciót? Semmilyen emberi interakciót nem igényel, tehát azokon a helyeken, ahol ez be van integrálva, tehát mondjuk a keresztülésben is van egy útmenti eszköz, meg a mentőautóban is van egy fedélzeti eszköz, ez sima, szabványos üzenetekkel megküld egy kérést, és kiszolgálják automatikusan. És mi lesz azokkal, akik nem akarják, hogy ők látszódjanak a rendszerből? Ugye most is vannak olyanok, akik nem fogadják el a kukikat, nem kérnek hírlevelet, nem regisztrálnak közösségi oldalakra, hanem próbálnak eltűnni a világhálóról és mindenhonnan, hogy biztos lesznek olyanok, akik nem akarják, hogy ők jelen legyenek, de be akarják venni a legújabb autókat. Igazából mi elmondjuk azt, hogy egy autó mit lát a környezetéből. Ha ő nem akar látszódni, akkor neki nem kéne látszódni abban a rendszerben, viszont kétlem, hogy bárkit most el tudja azt intézni, hogy mondjuk egy Tesla őt ne vegye észre. Tehát szerintem, vagy én arra fordítanám ezt át, hogy mondjuk akkor ki kéne vennie magát a Tesla rendszeréből, vagy a Tesla detekciós rendszeréből, vagy bármelyik autógyártó detekciós rendszeréből. Mi csak elmondjuk, hogy mit lát a Tesla. Egyébként ezt anonim módon tesszük, sőt, maga a jármű kommunikáció is anonimizált, ez azt jelenti, hogy folyamatosan váltjuk az azonosítóinkat, tehát menet közben folyamatosan dobáljuk el az azonosítóinkat, így nem lehet például megfigyelésre se használni, és most arról beszélek, hogy egy autó saját magáról mond valamit, a körülötte lévő autók azok pedig csak igazából bounding boxok, vagy tulajdonképpen más autókról beszélünk, de hogy nem osztunk meg például a rendszámtábla adatot. Nem ez kiírva fölé, hogy Marika. Nem.
nincs rá szükség. Az lesz kiírva, hogy ez egy ekkora autó ilyen sebességgel ilyen irányba. Sőt, tulajdonképpen nem is lesz kiírva semmi a sofőrnek, csak látja a rendszer, hogy ott van. Igen, igen. Engem még mindig megdöbbent, hogy ennyire nem akar ez az autógyártók körében terjedni. Nincs itt valami olyan ok is a háttérben, hogy nagyon integrálni kéne ezt az infotainment rendszerekbe, és nagyon bonyolult megoldani. Hát, hogy ez egy önálló standalone hardware, ami kap áramot és kész. Igen. Engem nagyon tetszik a hozzáállásod, én is abszolút egyetértek vele, és nem értem, hogy miért nem terjedt még el minden autógyártónál, de tegyük hozzá, hogy az európai első generációs profil az azt hiszem 5 éves, azt hiszem 2017 környékén fejezhettük be, mi is részt vettünk az írásába, és egyszerűen az autóipari ciklusok ennél lassabbak. Tehát azt konkrétan tudom, hogy a Volkswagen-nel csináltuk közösen ezt az első verzió, első generációs specifikációt, és ők azonnal vitték azt a papírt, és rakták bele a saját gyártósorukba, és ebből 2018-ban lett az első jármű. Tehát, hogy, és ők már nagyon felkészültek voltak erre az egészre. Szerintem az európaiak nagyon lassúak, és el is fognak pusztulni hamarosan, hogyha nem veszik fel a lépést a kínaiakkal. És akkor ebben nincs ilyen USB-C Lightning ellentét, hogy akkor valaki más meg másképpen fejleszt jármű kommunikációt, és akkor azt gondolja, hogy az lesz a jó? De van sajnos. Van két technológia, az egyik a Wi-Fi alapú, a másik meg az 5G alapú, és a kettő rádiós szinten nem kompatibilis egymással, úgyhogy minden régiónak el kell döntenie, hogy melyikkel akar menni, hiszen hogyha egy régióban megjelenne mind a kettő, akkor ugye, mint amikor az egyikbe próbál dugni a másikat, nem nagyon működik. Minden irányból lehet menni. Igen, úgyhogy van. És egyébként az a biztonságkritikusra válaszolva, ezek mind, amiket most bevezetnek, azok mind ilyen informatív jelzések, tehát például fékezni, gyorsulni még nem tud piacon elérhető autó. Még most dolgozunk azon az autógyártókkal, hogy az adashoz hogyan integrálják ezt az egészet be, és hogyan tudjuk azt elérni, hogy egy fékezés is legyen belőle. Ez lehet a következő level 3-as, level 4-es önvezetés elterjedésének egyik sarokpontja? Mindenképpen. Mondom, én azt érzem, hogy sokkal több, sokkal biztonságosabbak lesznek azok az autók, akik ezt a technológiát használják. Igazából terjed el, például útmenti eszközből nagyon-nagyon sokat telepítünk Amerikába, tehát nagyon könnyen megóvható, vagy elkerülhetők azok a balesetek, mint ami a Cruise-zal történt. És vannak már hatóságok, akik érdeklődnek iránta? Arra gondolok, hogy ugye most egyre többet foglalkozunk a sebesség túllépéssel, a hazai vezetési morállal, de akár világviszonylatban. Vannak hatóságok, akik azt mondják, hogy figyú, nézzétek azt, aki mondjuk 160-nal megy el a jelzőtábla vagy a lámpa alatt, akkor küldjétek el az adatait, és akkor küldünk neki csekket. Most ez egy nagyon durva példa a jövőből, de hogy gondoltatok már ilyenre, vagy vannak ilyen? Gondoltunk, biztos vagyok benne, hogy a hatóságok ezt nézik, hiszen mi tulajdonképpen a hatóság vagy a közútkezelő szempontjából egy újabb szenzor vagyunk, egyébként egy elég jó minőségű szenzor, tehát én szoktam mondani, hogy mondjuk egy kamerát letelepítesz, akkor az mondjuk nézi az útnak egy bizonyos részét, és valamilyen pontossággal ad róla adatot, de leraksz egy ilyen eszközt, és az tényleg egy 500-600-700 méteres körzetbe, vagy néha több mint egy kilométeres körzetbe tulajdonképpen minden ilyen autóról nagyon-nagyon pontos adatokat közöl, és így, mint egy szenzor, mint egy kamera felhasználható ugyanerre, de egyébként eléggé erős Európában a GDPR, és védi ezeknek az információknak a hozzáférését, tehát például nem áll rendelkezésünkre az autónak az azonosítója, csak egy pseudonim azonosító ezekbe az üzenetekbe. Tehát mi például nem tudjuk, hogy ki kicsoda, és ahhoz úgy el kell egy európai bizottság által üzemeltetett, vagy központilag üzemeltetett ilyen bank minőségű azonosítótárhoz el kell elmenni ahhoz, hogy vissza tud fejteni, hogy az ott kicsoda. Azt látjuk, hogy most ezek alapján, hogy azért az, hogy ez kötelező legyen, ez a V2X kommunikáció, ez még azért nem holnap és nem holnap után fog azért egészen megtörténni. Egy várost, vagy egy országot, pontosabban annak a vezetését, mi motiválhatja arra, hogy ilyen rendszereket telepítsen, mert gondolom, hogy azért jelen pillanatban ez még nem kevés pénzbe kerül infrastruktúra szinten.
Egyébként sokkal olcsóbbak vagyunk, mint alternatív technológiák. Én talán a Magyar Közútnál láttam egy olyan prezentációt, ahol arról meséltek, hogy mennyibe kerül egy olyan jármű kommunikációs eszköz, ami képes az autóknak információt megadni, és mondjuk mennyibe kerül ez a VJT, vagy változtatható jelzésértékű, jelzésképű tábla. És lényegesen drágább volt a nagy LED panel, mint egy ilyen router, útmenti router, és képzelj egyébként, és gondoljatok bele egyébként, hogy mi nem is tehát, hogy ledobott bármikor az üzenetet, és az megjelenik az autón, és bármilyen képet, vagy szöveget, vagy ilyesmit át tudsz vele adni, tehát sokkal hatásosabb, hatékonyabb üzeneteket is át lehet vele adni. Tehát több információt lehet megosztani vele, és egyébként olcsóbb, mint egy ilyen VJT tábla. És akkor nektek van végfelhasználók számára is megvehető eszközötök, ha jól tudom. Foglalkozunk retrofitting eszközök gyártásával, igen. Be akarom rakni a Trabantba, akkor... Igen. Kicsi átalakítással gondolom. Kiírja, hogy piros a lámpa. Át kell alakítani 12 voltosra. Igen. Mondjuk így, hogy technikailag meg tudnánk oldani. Nem vagyunk egy klasszikus B2C, de igen. És ugyanez a mikromobilitás terén, mert láttam olyanról is videókat, hogy ugye a V2IS kommunikációs autónak letiltja a parkolóból való kiállását, hogyha azt érzi, hogy nagyon közel ott jön egy vagy rolleres. Igen. Most a legújabb bejelentésünk az egy ilyen Obulite nevezetű új, nagyon kicsi, könnyed eszköz, amit elektromos bringákra, illetve elektromos rollerekre szánunk, ugye azért elektromos, mert kell neki a táplálás. És valóban arra való, hogy ugyanígy belerakja ebbe a rendszerbe az elektromos bringákat. Ez mondjuk akkor lehet kritikus, amikor mondjuk mész az Üllői úton, vagy a körúton mondjuk az autók között, vagy egyébként az is egy érdekes use case. Én a Petőfidről lejöve szoktam lerobogni a nagysebesség az autók között, és ott igazából nincs olyan szenzor, aki engem egy tömött sorba kamionok között észrevenne radarral, lidarral, viszont hogyha én egy ilyen autó mellett megyek el, akkor ugye mondjuk meg tudja állítani, hogy ne nyissa rám az ajtót, vagy ne húzza rám a kormányt, és így most már ehhez is van eszközünk. És hogyha valaki egy ilyet szeretne venni, az neki mennyi pénzbe kerül? Vagy inkább arra gondoljak, hogy ezek ilyen B-roller rendszerekben fognak először megjelenni? Igen, tárgyalunk forgalmazókkal, hogy ezt hogy lehet nagy tételbe eladni. Világviszonylatban, ugye ti mondtad, hogy árultok gyakorlatilag minden országban. Magyarországot hova helyeznéd el? Itthon mekkora az érdeklődés az ilyen technológiai iránt? Inkább az élvonalban, vagy inkább az alján, vagy... Én úgy tudom, hogy az egyik legnagyobb, vagy leghosszabb egybefüggő útszakasz van nálunk európai szinten, sőt szerintem világszinten is. A Magyar Közút elég innovatív, van a Magyar Közútnak egy ITS munkacsoportja, és ott elég jó tehát eléggé világszinten is érdekes dolgokat csinálunk, részt vesznek európai aktivitásokba, illetve részesei vagyunk egy C-Roads nevezetű konzorciumnak, amik igazából az európai városok és útüzemeltetőknek az uniója, ami arra van kitálva, hiszen ezek az autók, ezek a járműkommunikációs autók Európán szerte mozognak, tehát harmonizálni kell az Európa városaiba telepített use case-eket, meg szolgáltatásokat, tehát ahogy mondjuk Párizs fogja megcsinálni a keresztelődéseit, ugyanúgy kell mondjuk Budapestnek is megcsinálnia, és fordítva. Én azt mondtam, hogy ne, hogy bekerüljünk a Why Beszélsz Half angolul csoportba, hogy a use case-t azt még most fordítsuk le annak, aki esetleg nem tudná. Igen, példa vagy megoldás. Felhasználói esetek vagy. Felhasználói esetek, köszönöm, igen. Igen. Igyekszem. Igyekszem. És akkor most, hogy így ezzel nagyjából kiébe kerültünk, hogy tudtok... tesztelni, tehát éles rendszerekben teszteltek, vagy vannak külön tesztrendszereitek is? Hát mindenféle szinten tesztelünk, beleértve, aki megyünk az autókkal egy zárt területre, és kipróbáljuk a biztonságkritikus alkalmazásainkat. Tehát, hogy járnak a kollégáim autókkal, most szereztünk már több helyre prototípus vezetői engedélyt,
Én voltam azt a Zero tesztpályán, voltunk egy csomó tesztpályán egyébként ezekkel furikázni, de tehát zárt téren magukat, tehát a Comsignalnek vannak biztonságkritikus alkalmazásai, tehát csinálunk ütközésgátlót, keresztelődésen áthaladási fékezőrend, vagy fékezéshez használható ilyen triggereket, vagy ilyen programokat, amik akkor szólnak, hogyha veszély van, és utasítják a fedélzeti kompjútert arra, hogy fékezzen, vagy ráncsa a kormányt, vagy ilyesmit, tehát mi igazából ugye csak jelzünk, és ezeket szoktuk tesztelni. Ezeket ilyen autós tesztekkel csináljuk. Szóval akkor a Hungarian nem azért van mindig piros, mert váltogatjátok. Nem. Pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen Prius mögé álljak be, hogy a zöld hullámot akarok. Figyelni kell, ki vagytok matricázva? Jó, tehát akkor közúton viszonylag ritkán, azt mondhatjuk inkább egy zárt. Közúton nem tesztelünk. Nem teszteltek. Nem. Jó, és akkor ezt úgy kell továbbra is, hogy lefordítsam, hogy én is megértsem, hogy nem ti rántjátok el a kormányt, ti jelet adtok az autónak, hogy ő rántsa el. Igen. És milyen szenzorokat használtok? Lidár, gondolok itt erre, vagy mik a fizikai hardverek? És ugye a Tesla elvette most a lidár szenzort az autóiból. Szerintem azért, mert sokba kerül, szerintük azért, mert nincs rá szükség, de én úgy éreztem, hogy azért így lenne. Igen. Most a mi teszteléseink során semmilyen szenzort nem használunk, jármű kommunikációt használunk, tehát úgy működik a dolog, hogy az egyik autó mondja, hogy én itt vagyok, a másik autó tudja, hogy ő hol van, és egyszerűen, hogyha két koordináta passzol egymáshoz, vagy a két koordináta alapján azt látjuk, hogy össze akarnának menni, akkor szólunk, hogy vigyázz, össze fogunk menni. Egy valós felhasználásban egyébként ezt az információt hozzá keverik a fedélzeti szenzorokhoz, tehát hogy mindenképp kell a megerősítés, de a mi csak jármű kommunikáción alapuló appunk, akkor kell triggerelnie, amikor ő a jármű kommunikációs információkból ezt levonja. Tehát akkor ő nem veszi ki a Golfból azt, hogy éppen milyen közel van hozzá egy másik autó, vagy mit lát a kamera képein. Ezt nem értem. Ki veszi, hát, hogy amikor nem az van, hogy ti betesztek egy eszközt egy autóba, hanem egy olyan autóról beszélünk, amiben ez a rendszer alapvetően benne van, akkor az milyen adatokat húz ki abból az autóból? Igen, és az első generáció az tulajdonképpen csak a pozícióját, meg az állapotát, mit tudom én, indexele, ha mentő, akkor be van-e kapcsolva a szirénája, ilyesmi. A második generációnál, félreértve, igen, tehát kivesszük a szenzoradatokat, de ez csak a másikkal való megosztásba. Tehát mi mindenképp csak úgy triggerelünk, hogy ezeket az információkat, vagy úgy aktiváljuk a programjainkat, vagy az üzeneteket, hogy ezeket az információkat veszük figyelembe. És hogy érzed, hogy időben hogy fog kinézni? Hány évet kell még szerinted várnunk arra, hogy minden új autóban legyen valamilyen fajta jármű kommunikáció? Mi fog itt jönni? Tehát valaki ezt kötelezővé teszi? Vagy mi történhet, ami miatt ez hirtelen nagyon meg fog indulni? Mondjuk, hogy Európát használjuk példának, akkor Európában egyébként volt törvénytervezet az Európai Bizottság előtt a járműkommunikációra, de ez akkor még túl korai volt, és azt kérték, hogy még most ne. Amit látunk, hogy piac befolyásoló hatása van az Euro NCAP, tehát a töréstesztek, és a töréstesztekért járó pontok. 29-re tulajdonképpen, amit mondta, vagy amiről beszéltünk az előbb, 29-ben szerintem nem nagyon lehet már 5 csillagot szerezni járműkommunikáció nélkül, és ez szinte mindegyik autógyártónál nagyon, tehát hogy figyelembe van véve, és szerintünk ez fog egy nagyon erős piacbefolyásoló hatást, tehát itt fogunk szerintem 50% fölé menni, vagy legalábbis nagyon lényeges mennyiséget az új autóknak lefedni, és utána számítok egyébként rá 20-30 környékén, de ez most csak egy becslés, hogy az Európai Bizottság megint megvizsgálja, vagy a UNICI, hogy bevezesse a jármű kommunikáció elvárását. És az elképzelhető, gondolok itt most a Teslára például, hogy lesznek gyártók, akik azt mondják, hogy ők nem akarnak megvenni ilyet, hanem saját maguknak fejlesztik le? Igen, persze. Tehát, hogy ez mindenképp az Európai Bizottság csak azt, hogy a törvények, most globálisan beszélve, a törvények annyit fognak mondani, hogy ha jármű kommunikációt akarsz csinálni, akkor így csináld. Bocsánat, ezt visszavonom, ez nem igaz. Tehát igazából dönthet úgy az adott régió, hogy kötelezően bele kell rakni minden autóba, mint az e-callnál. Amit
Ami viszont mindenképp meg fog történni, tehát ezt nem tudjuk, hogy ez így lesz-e, ezt ott kell eldönteni a törvényhozónak. Amit látunk előre, vagy ami például ez a mostani, vagy az a törvény, amit én említettem az előbb, amit akartak hozni, az annyit mondott volna ki, hogy ha jármű kommunikációt akarsz csinálni, akkor így kell csinálnod, meggátolva azt, hogy nagyon-nagyon sok egymással nem kompatibilis megoldás legyen a piacon. Főleg azért, mert ugye egy frekvenciánk van, és ha azon nem kompatibilis dolgok vannak, akkor az elfogy, és nem működik. Kicsit kiégett az agyam. Egyébként, ja, már én a jövőn gondolkodok el, hajlamos vagyok elindulni ilyen science fictionbe. Na, hogy, és milyen valami rossz megjegyzésed van? Nem, hát rögtön arra gondoltam, mi van, hogyha megint jön egy ilyen világméretű szörny, aki mondjuk elkezdi zavarni ezt a frekvenciát, és összedől a kommunikáció a járművek között. Mert hogy hosszú távon ennek fennállhat a problémája annak, hogy az emberiség a rengeteg adas és stb. Rendszer kapcsán elkényelmesedik, és amikor hirtelen találkozik azzal, hogy leállnak ezek a rendszerek, vagy valami X-szerbe jut, akkor képtelenek lesznek mondjuk reagálni. Talán autót vezetni, vagy hirtelen elrántani a kormányt. Ezeken szoktam egyébként gondolkodni. Vagy ha megszokja, hogy mindig zöld hullám van, és akkor egyszer csak nincsen zöld hullám. Ha belegondolsz egyébként, akkor már a budapesti metrók is önvezetőek, tehát hogy ott is leáll a kommunikáció, akkor a metró is leáll, és igen, és akkor más módon kell közlekedni. Úgyhogy ez mindenképp. Talán ami még egy érdekes példa, meg amivel még összetudlak jobban zavarni, az a beengedés. Tehát, hogy gondolj bele, hogy most indexelsz, vagy átnézel, és akkor beenged a másik emberi vezető, de hogy fogod ezt megcsinálni mondjuk egy önvezető flottánál, vagy mondjuk, hogyha a szélső sáv az autópályán, az ilyen összekapcsolt roadtrainekkel, vagy ilyen platúnokkal, vagy ilyen egymáshoz digitálisan kapcsolódó kamion flottákat tízesével mennek, és ezek nagyon, ugye nagyon közel követik egymást, és igazából max a legelsőben van egy emberi vezető. Most ott hogy fogsz felhajtani az autópályára? Nehezen, vagy sehogy, és akkor itt fontos az, hogy jármű kommunikációra van szükség, hiszen az autóknak egymással digitálisan kell már megbeszélniük, hogy mit szeretnének. Én sokáig azt hittem, hogy a cipzárjáv csak papíron létezik, aztán egyszer autóztam Svédországban, és akkor így láttam, hogy azért ez a beengedés kérdés, ez azért tud működni így humán intelligenciával is, hogy így simán csak így összefolyik a két sáv, és hogy én pont azt gondoltam, hogy egy Magyarország jellegű sokszor balkáni vezetéskultúrájú országban önvezető rendszerek kellenek ahhoz, hogy ezt így lásd, de akkor ez egy valós probléma, és engem az érdekelne még, hogy mivel tudjátok ezt esetleg még szexibbé, még vonzóbbá tenni ahhoz, hogy az autógyártók esetleg tényleg elgondolkodjanak azon, meg akár a városi infrastruktúra kezelők, hogy ezt akkor is érdemes integrálni, hogyha nem kötelező. Egyfelől szerintem olcsóbbá tehető egy autó akkor, hogyha használ jármű kommunikációt is. Egyfelől balesetmentesebb is lesz, az összes, vagy nem az összes, de a legtöbb ilyen balesetnél, a Tesla baleseteknél, az Uberes éjszaka elütötte a keresztbe átrohanó hölgyet balesetnél, egy csomó ilyen balesetnél, ha egy bármilyen másik nézőpontból érkező autótól ő bármilyen adatot kapott volna, akkor ezek a balesetek nagyon nagy része. Nagyon sokszor van az, hogy másik nézőpont, tehát egy másik autó lévő adat, kamera, radar, bármi útmenti eszközön lévő kamera meggátolta volna ezt a balesetet. Sokkal egyszerűbb egy biztonságtechnikai rendszert felépíteni, hogy több adatod áll rendelkezésre. A jármű kommunikáció igazából dimenziókkal, nagyságrendekkel növeli meg az elérhető adatmennyiséget, és ezek mind egyébként független új adatforrások, tehát egy autóból te mindig abba az autóra vagy az autó környezetére vagy utalva, hogy onnan próbáld megállapítani a szituációt. A jármű kommunikáció ezt a falat dönti le, igazából rettenetesen sok új adatforrásod lesz, sokkal egyszerűbb lesz biztonságosabban vezetni. Egy város dönthet úgy, hogy mondjuk van egy veszélyes kereszteződés, ahol nagyon sok a baleset, el tudjuk kerülni, tudunk oda rakni 2-3 kamerát, azok detektálják a gyalogosokat, digitalizálják a gyalogosokat, onnantól kezdve
olyan gyalogos, amit nem vesznek észre, megszűnnek. Tudunk olyat is csinálni, hogy azt is nézzük, vannak erre is megoldásaink, hogy mennyire közel volt egy szituáció. Tehát azt is figyeljük, hogy nem baleset történt, hanem majdnem baleset történt, tehát mi közel mentek el egymáshoz. De itt is ilyenkor is tudunk jelezni, hogy esetleg itt lehetne javítani, mit tudom én, a lámpák sebességén, vagy az egymás utániságán kicsit több pirost bevezetni a rendszerbe. És elképzelhető, hogyha elvonatkoztatunk egy picit a járművektől, akkor ez mondjuk maga a technológia és a környezetünkkel való kommunikáció, az megjelenik mondjuk okostelefonokban, okos órákban, tehát hogy az emberek is kapnak ilyen eszközöket, és akkor már az is látszik, hogy éppen hol van tömeg, mikor rohannak a zebrához gyerekek. Szóval, hogy be lehet kapcsolni valahogy az embereket is ebbe a rendszerbe a jövőben? Sőt, igazából erre mi már demóztunk a Forddal a tavalyi világkongresszuson, az intelligens közlekedési rendszerek világkongresszusán, ami Los Angelesben volt. Ott a Ford Comsignia demo az abból állt, hogy adtunk egy gyalogosnak egy mobiltelefont, és ezt ő neki bekapcsoltuk a pozíció szolgáltatását, ezt megosztottuk Mac felhős megoldással, nem tudom Mac-nek a magyar megfelelőjét, tehát a Mobile Edge Computingre gondolok. Megoldás, és ezt valós időben streameltük, vagy közvetítettük egy Ford autónak, és a Ford autó gyakorlatilag látta, hogy hol van a gyalogos. Ugye itt fontos megjegyeznem, amiről az előbb beszéltünk, hogy mondjuk így nem fog azért fékezni az autó, de amilyen use case-eket elképzelünk, hogy például szólunk, hogy vigyázz, a közelben van egy gyalogos, vagy mondjuk tömeg van a közelben, és úgy érzékeljük, hogy ez releváns neked. Hát, köszönjük szépen. Szerintem ez elég kompakt volt. Én továbbra is azt tudom mondani, hogy kiégett az agyam, de hogy szerintem... Marci csokkoltuk, igazából Marcinak az a baja, hogy fél évente cserélgeti az autóit, tehát nem fogja tudni azt, hogy éppen mikor van és mikor nincs az autójában. Én azon kattogok, hogy vegyek olyat, amiben van ilyen. Ja, de tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ugye most az elektromos autók egyre jobban terjednek, és egy ilyen óriási autóipari fejlődésnek vagyunk a szemtanúi. Ami szerintem legalább annyira izgalmas, mint amikor a lovakat leváltották a belső égésű motoros autók. És szerintem nekem azért tetszik ez az egész, mert hogy végre az van, hogy ezek nem csak különálló tárgyak, és akkor egymástól függetlenül közlekednek és összemennek, hanem megvalósul az, amit már régebben is láttunk filmekben, hogy egymással tudnak kommunikálni. És látják, hogyha jön szemből, elrántja a kormányt, hogyha jön oldalról. Meg gondoljatok bele a rengeteg problémák, mik a mostani nagy problémák? Az, hogy például nem tudnak biztosan detektálni táblát, nem látják rendesen a szituációt, nem tudják megkülönböztetni, hogy ez most egy autó vagy egy doboz, ilyen jellegű problémák vannak. Mindezt tudjuk digitalizálni, és abban a pillanatban, ha mondjuk egy útmenti eszköz digitálisan közli le a táblát, akkor ott egyértelmű lesz, hogy ott van egy 70-es tábla, vagy csak fel van festve egy 70-es tábla egy óriás plakátra valamilyen reklám miatt. Vagy a kamion hátulján a 60-as tábla, és arra is belesít valaki az autópályán. Igen. Volt már erre példa. Én továbbra is azon kattogok, még így mellékvágányon, hogy valami a dark webben megjelenik egyszer egy ilyen, és tudom megkapcsolgatni majd a lámpákat zöldre. Magadnak? Éppen késésben vagyok. És jönnének egy autóért. Részemről itt látnám a legnagyobb használ. Egyébként a volt főnökömnek volt ez az ötlete, hogy ő ezt fizetőssé akarja csinálni, és akkor befizetsz egy jó nagy összeget, egy ezres fél mozzult. Piaci incentíva. Igen. Technikailag meg tudjuk csinálni. Azt, hogy ez valószínűleg meg, hogy bevezeti az adott város, az majd a városvezetés eldönti. Figyú, igazából... Te fizetnél azért, hogy zöld lámpád legyen? Megkérjük, Gerit, ebből egy csomó pénz lesz. Mindenki fizetett a pirosért. A szemben állónak. Hogy ő kapjon pirosat. A magyar néplélek a magyar népléleknél szerintem az működne, hogy adjunk pirosat a másiknak. Nem is az, hogy magunknak zöldet. Kiszavazva soha. Szerintem mondjuk el a szolgálati közleményeinket. Parkoló parádéra készülünk a hétvégén. Szeptember 2. És a tematikánk a műhely pornó, úgyhogy lehet ilyet venni elővételben. totalkár.hu/pp. Lesz mesterkurzus, lesz élő műhelymunka, és persze rengeteg érdekes autó, ahogy mindig. És ezen kívül...
AI Summit Karottával és sok más kiváló előadóval szeptember 11-én a Magyar Zeneházában. Vegyetek jegyet. És köszönjük szépen Andrásnak, hogy ebbe a sok érdekességbe bevont minket. Mi köszönjük. Köszönjük. Köszönjük, sziasztok. Sziasztok. A műsor támogatta a használtautó.hu.